Vág mentén, ott, ahol a folyóvölgyét nyugatról a Kiskárpátok, keletről pedig a vágmenti Inóc határolja. Nagyszombat és Trencsén közt nagyjából félúton található a világhírű fürdőváros Pöstyén, szlovákul Piestyani. Gyógyvize mellett írja Mednyánszky Alajos Festői utazása Vágfolyón Magyarországon című művében. Sajátos és különlegesen hatékony terméke ennek a helynek a finom szürkés fekete fényes iszap, amelyben úgy szólván minden gyógyító erő összpontosul. A több mint 40 négyzetkilométer kiterjedésű mai Pöstyén területén nagyon régen több település is létezett. Hogyha az ősidőkbe vezetjük vissza ezeknek a múltját, akkor tudnunk kell azt, hogy a korai kőkorban már jelen voltak az őseink ebben a térségben. Ezt bizonyítja egyébként az is, hogy jó 23 ezer évvel ezelőtt készülhetett az a kis moraváni Vénuszként ismert mamut agyarból faragott szobrocska, amelynek a másolata a helyi balneológiai múzeumban is megtekinthető. És ha haladunk időben későbbi korszakokba, akkor elmondhatjuk azt, hogy a rómaiak jelen voltak itt, a népvándorlás különböző törzsei, de a nagymorvaként emlegetett szláv időszak is, a 6. és 9. század közti időszak is leletekkel igazolható. Ezekre az előzményekre építve kezdett el több település is fejlődni a mai Pöstyén területén. Ezek közül az északi részen lévő és egykor a tulajdonképpeni magnak számító Ópöstyén területén az itteni Szent István király templom közelében vagyunk. Ez egy 1830-as években emelt templom, de a helyén egy ugyanilyen nevű, tehát az első államalapító királyunk patrocíniumának szentelt templom állt egykor. A magyar államalapítást követő időszakban a Zoborhegyi Bencés apátságnak már kiterjedt birtokai voltak Pöstyén környékén. A település első írásos említését is az apátság 1113-ban kelt alapító levelében találjuk, Villa Pestan alakban. A település a 13. században egy ideig a Cseszneki család birtoka, majd a század végén megszerzi Trencséni Csák Máté oligarcha, tartományúr, aki az egykori felső Magyarország nagy részére ráteszi a kezét. 1321-ben bekövetkezett halála után számos birtokos család váltja egymást. Az újlakiak, a forgácsok, a turzók, majd az erdődiek, akik a fürdő fejlesztése szempontjából kulcs szerepet játszanak. A hévízforrásokat feltehetően már a markomanok ellen harcokat folytató rómaiak használják, de a 14. századból, Kont Miklós Nádor idejéből is vannak a fürdő használatra vonatkozó adatok. A modernebb értelemben vett fürdőéletet azonban az erdődiek kezdik el felvirágoztatni valamikor a 17. század második felében, főként a 18. században, és nekik köszönhetően nem csak a fürdősziget fejlődik, hanem a Vág túlpartján lévő, akkor még Teplic néven ismert település rész is, amely a mai Pöstyénnek tulajdonképpen a magját jelenti. Induljunk el oda! Úton a fürdősziget felé megtekintjük a város egyik legrégebbi emlékét, a Gyetva utcai gótikus templomromot. Eredetével kapcsolatban többféle feltételezés ismert, korábban például az volt az uralkodó nézet, hogy a johanniták építették. A pöstyéni fürdőélet az első kezdetleges vájatok használata óta egyre fejlődött, köszönhetően azoknak a tudósoknak is, akik leírásokat közöltek az itteni gyógyhatású vízről. 1549-ben Werner György volt az, aki a Magyarország csodálatos vizeiről szóló munkájában elsőként foglalkozott Pöstyénnel, majd 1571-ben Johannes Krattó von Kraftheim írt a gyógyvízről. A város természetesen hálás ezeknek a tudós embereknek, egy-egy közterület neve viseli az ő nevüket, de ugyanígy van ez például azzal a benesovi Trajan Ádámmal, Adam Trajans Benešova nevű cseh
szakemberrel, poétával, aki 1642-ben Saluberrime Pistiniensis Terme címmel írt egy ódát tulajdonképpen a pöstjéni fürdőről, és az ő 1948-ban állított szobrát láthatjuk itt. A későbbi időszakból említhetjük például az idővel Pozsonyváros főorvosává is váló Justus Torkos Jánost, akinek köszönhetően szintén van a gyógyhatású vízről leírásunk. De említhetjük a magyar irodalomból nagyon jól ismert, egykora viszonylag közeleső Szakolcán élő Gvadányi Józsefet is, aki a Pöstjéni Förödésről című munkájában emlékezik meg itt az itteni fürdő életről. A 19.-20. századból is természetesen hozhatunk példákat. Fényes Elek például a körülbelül 2000 méter mélyről feltörő és a felszínre érve nagyjából 67-69 Celsius fokos itteni gyógyhatású vízről azt írja, hogy olyan meleg, hogy abban egy tyúkot is meg lehet koppasztani. Említhetjük a 19. század második feléből a tudós Fodor Kálmánt is, aki az itteni fürdőről és iszap pakolásokról, az iszap felhasználásáról értekezett például. A literenként körülbelül 1430 mg-nyi ásványi anyagot tartalmazó pöstjéni víz főforrásai a fürdőszigetként ismert Vág-sziget déli részén találhatók. Vannak feljegyzések arról, hogy máshol, például a folyómederben is a felszínre tört, de az áradások miatt ezeket a forrásokat nem tudták igénybe venni. A sziget déli részén már a 18. században megépültek az első deszkából, deszkapalánkból készült fürdőházak, amelyeket azonban a Vág 1813-as nagy áradása után fokozatosan kőépületek váltottak fel, és ezek első együttese a ma Napóleon fürdőként ismert három főbb épületből álló komplexum. Ennek a közelében, attól kicsit délebre, pedig 1910 és 12 között megépült Hegedűs Ármin és Böhm Henrik, két nagyon híres és párost alkotó budapesti építész tervei alapján a Termia Palasz gyógyszálló és az azzal nagyon szoros összeköttetésben működő, amellé épült Irma gyógyfürdő, szintén az említett építész páros tervei alapján. Ugyancsak ők voltak azok, akik a már említett Napóleon fürdőktől északra felépítették a Propatria néven ismert komplexumot 1915-16-ban, tehát az első világháború idején, és nem véletlenül ebben az időszakban, mert a Vörös Kereszt céljaira a különféle sérüléseket, végtagsérüléseket és egyéb más sérüléseket szenvedett katonák gyógyítására szolgált az az intézmény. A Termia Palasz és az Irma fürdő építése során a Hegedűs-Böhm építész páros érdekes eljárást alkalmazott. A két épületet egy betontalapzatra húzták fel, hogy ne károsodjanak az épület alatt található hévízforrások. A szecesszió jegyében fogant szálloda és fürdőépület a mai napig meghatározza a fürdősziget arculatát. Az Irma fürdő előterében látható Jankovics Gyula budapesti szobrászművész Erzsébet királynét ábrázoló szobra. Sziszi egy a számos neves személyiség közül, aki járt Pöstjénben, hogy élvezze az itteni források gyógyító hatását. 1889-ben az erdődiek tulajdonában lévő fürdő egy bérleti szerződésnek köszönhetően az ipolysági, tardoskeddi gyökerekkel rendelkező Winter család kezébe kerül, és Winter Sándor fiaival, Lajossal és Imrével közösen néhány évtized alatt világhírűvé teszi ezt a fürdőt.
Nem véletlen, hogy a 19.-20. század fordulója egy nagy építkezési boomot is hoz, ami természetesen más vállalkozókhoz is köthető. A már említett Termia Palasz, az Irmafürdő, a Propátria mellett ebben az időszakban épül fel a Vág túlpartján az erdődiek által a 19. században létrehozott városi ligetben, városi parkban a Kurszalón épülete, amelynek a tervezője Alpár Ignác. Ez az az épület, amelyben ma, legalábbis az épület egy részében a helyi Winter Imréről elnevezett balneológiai múzeum működik, hiszen Lajossal együtt ugyan, de főként Winter Imre az, aki a két világháború közti időszakban ezt az intézményt létrehozza, és sorra épülnek további nagy szállodaépületek, például a Grand Royal, vagy a Rónai féle nagy gyógyintézet, amely a maga időszakában, az 1910-es évek elején az egyik legnagyobbnak számít a monarchia területén. A mai szlován szállóról használaton kívüli épületről van szó. De egész sor gyönyörű villát is említhetünk ebből az időszakból. Ilyen például az egykori Tüköri villa, a mai Hotel Leyer, a Lőger villa vagy az Alexander villa. A 19.-20. század fordulójáról számos egyéb épületet említhetünk példaként. Ilyen például az egykora Fürdőszigeten állt, sajnos ma már nem létező Ferenc József fürdőház, amely a termálvizet és az iszapot is kicsit távolabbról biztosította, így az épülethez vezető vezetékek miatt gondba került az épület, ugyanis a Vág áradása során elszennyeződtek ezek a vezetékek. Idővel elhagyták az épületet, majd el is bontották. A Vág túlpartjáról további példaként említhetem például azt a házat, amely a Zöldfa nevű szálloda volt egykor, és amelynek a falán Winter Lajos emléktábláját is megtaláljuk. Ezt az épületet, amely az 1820-as évekből való, eredetileg a 20. század elején a már említett Hegedűs Böhm építészpáros tervei elképzelései alapján átépítették. A Zöldfához közel pedig ott van a régi gyógyszertár, amely nem csak takaros kirakatával csalogat, hanem a beltérben kiállított kortárs művészeti alkotásokkal is. De ugyanúgy említhetjük a Winter Sándor nevéhez kötődő Pro Labore munkás otthont és gyógyszállót, amelyet szintén egy átalakítással hoztak létre a munkásság céljaira, tehát a Winterek ilyen szociális programot is tulajdonképpen ezáltal meghirdettek. Ennek az épületnek a falán Winter Sándornak az emléktábláját találjuk. És sorolhatjuk természetesen a különféle szakrális épületeket is ebből az időszakból, például a ma már nem álló 1893-ra megépített itteni zsinagógát, az annak a közelében felépült 1905-re elkészült és máig álló evangélikus templomot, vagy pedig a Kolonnádos híd túloldalán 1897-re megépített úgynevezett fürdőkápolnát is, amelynek a homlokzatán Árpádházi Szent Erzsébet és államalapító királyunk Szent István király szobra is megtalálható. Ebben az épületben egyébként a fürdő vendégeknek rendszeresen szertartásokat tartottak Vasari Kolos, akkori esztergomi hercegprímás támogatásával az itt gyógykezelésen lévő lelkipásztorok. A századforduló rengeteg változást hozott a város életében. Miután a történelmi Magyarország felbomlott, Pöstyén az egyik utódállamhoz, Csehszlovákiához került. A Winterek ebben az időszakban is megőrizhették bérleti jogviszonyukat, és 1940-ig ők voltak a fürdő bérlői, fenntartói, az erdődiek pedig ugyanezen időszakig tulajdonosnak számítottak. A fürdőt államosították, változott a kor, mások lettek az igények, és mások lettek a stílusok is ebben az időszakban. A két világháború közti Pöstyénben egy új stílus jelentkezett, az úgynevezett funkcionalizmus, amely az egyik legjellemzőbb építészeti stílus volt a két világháború közti Csehszlovákiában, és ennek a jegyében is számos épület fogant itt.
Ezek közül a két legfontosabb, amely a Vág két partja közti összeköttetést biztosította, az 1931-re megépült úgynevezett országos híd, amely egy tisztán közúti hídnak számított, és a közelében megépült hát többes funkciójú, és a fürdő vendégeket is hatványozottan szolgáló úgynevezett kolonnádos híd. A hidat Emil Bellus építész tervei alapján építették 1931 és 33 között. Korábban ideiglenes fahídon, majd fából és acélból épült hídon kelhettek át a vendégek a Fürdőszigetre, de a megnövekedett forgalom miatt egy jóval modernebb híd vált szükségessé. Winter Lajos ragaszkodott ahhoz, hogy ez részben legalább egy fedett híd legyen, és az elképzelések közt szerepelt az is, hogy az autó, illetve bérkocsi forgalmat szolgáló sávja az legalább 5,5 méter széles legyen, hogy kényelmesen a járművek közlekedni tudjanak a járókelőkkel együtt ezen a hídon. Így épült meg ez a jó ritmusú, szép híd, amely azonban nagyon rövid ideig maradt meg eredeti formájában, hiszen a visszavonuló német hadsereg a II. Világháború során a másik híddal együtt felrobbantotta. Mivel a másik híd, az országos híd közlekedési szempontból fontosabb volt, előbb azt újították meg, és csak az 50-es évekre újult meg a kolonnádos híd, ez mindenképpen a fürdőszigeti fejlesztéseket késleltette, visszafogta. Egy olyan gyönyörű híd épült meg, amelynek a két híd főjénél egy-egy felirat fogad bennünket. A Fürdősziget felől a Máté evangéliumából vett felirat, amely azt hirdeti, hogy kelj fel és járj, a fürdő vendégeknek, az itt gyógyulást váróknak szól. A túloldalon pedig Traján Ádám már idézett munkájának a címe olvasható. És a városközpont felőli oldalon van 1933 óta gyakorlatilag a híd részeként az a szobor is, amely a mankótörőt ábrázolja, a pozsonyi származású Kühmeier Robert alkotásáról van szó. A két világháború közti időszak számos fejlesztést hozott a város történetében. Ekkor épült meg Emil Bellus tervei alapján egy modern postaépület, a Sétáló utca ékének is számító épületegyüttes az Éden szálloda, az egykori Excelsior, a mai Jalta. A Fürdőszigeten megépítették a víztornyot, amely a Termia Palasz és az Irma fürdő közelében lévő iszap érlelő vízellátását is biztosította. 1934-re Franz Wimmer és Szőnyi Endre elképzelései alapján pedig megépült az Eva strand fürdő. A II. Világháború idején felrobbantott pöstjéni vághidak újjáépítése miatt egy pillanatra megtorpant a 20. század derekán Pöstjén fejlődése, de hamar úrrá lett a város, az 1945-ben város címer használatára is feljogosított település ezen a helyzeten, és a világégést követően is sorra következtek a különféle fejlesztések. Ezek közé tartozik a Fürdősziget északi részén lévő Balnea Centrum néven ismert több hotelből álló épület együttes, az Esplanád, a Splendid, a Grand és más részekből álló komplexum, amely összesen több mint 1200 vendég elszállásolására alkalmas, és csúcsra járatva több mint 1300 procedúrát képes biztosítani a gyógyulásukat váró vendégeknek. A város itt a Fürdőszigeten is és a Vág túlpartján is a Városi Ligetben éppen ebben a háború utáni időszakban gazdagodik számos kortárs művészeti alkotással is, és ezek egy jelentős része Alexander Trizuliakhoz és az ő művészi köréhez köthető, tehát az itt sétálgató fürdővendégek a kortárs művészettel is ismerkedhetnek, vagy éppen részt vehetnek a rangos itteni fesztiválok valamelyikén, esetleg valamelyik színtársulat fellépésén, az ilyen
eseményeknek az egyik helyszíne a Művészetek Háza, amely egy híres 20. századi szlovák építész Ferdinand Milucski alkotása. A háború utáni időszak részben a rombolásról is szólt. A 60-as években eltűnt az egykor virágzó pöstjéni, de a holokauszt áldozatává váló zsidó közösség zsinagógája, elbontották a régi mozi épületet, felszámolták a teplici temetőt, és onnan a sírok egy része máshova került. Így a Winter család sírboltja is, amely ma a Pozsonyi úti temetőben található. Beszédes az, hogy míg évszázadokon keresztül Szent István királyunk alakja szerepelt például az itteni városi bélyegzőn, a 19. század végén Heyer Artúr tervei alapján elkészült a mankótörő alakja, majd Kümayer Robert szobra a mankótörőről 1933-ra, amely a Kolonnádos híd egyik hídfőjénél tekinthető meg, és ez a mankótörő a fürdő hatásának a jelképe az olyannyira erőteljes lett, hogy 1945-től aztán a város címerben is a mankótörőt ábrázolták. Szlovákia legjelentősebb gyógyfürdője Pöstjénben működik. Itt van az ország legfőbb reumatológiai szakkórháza és szanatóriuma. Mozgásszervi panaszokkal évente több tízezer vendég keresi fel, akik a geotermális gyógyvíztől és a gyógyhatású kénes iszaptól várnak enyhülést. A fürdő vendégek pihentető környezetben élvezhetik a gyógykezelések jótékony hatásait, s ha kirándulni támad kedvük, látnivaló is akad bőven. A közelben találjuk a moraváni Csáki kastélyt és a Szent Márton templomot, egy kellemes vágparti sétával pedig eljutunk a napos part víztározóhoz.